Hát nagyon örülök, hogy itt vagyunk megint együtt. És ennek az egésznek az apropója az volt, hogy tényleg egyre többen kérdezik tőlem, hogy mi a siker titka, hogyan tudjuk ezeket a vállalatokat, hogyan tudunk titeket bevonni a közös munkába. És én két dolgot szoktam mondani, az egyik a kollégáim, akiknek nem tudom eléggé megköszönni a lelkes munkát, viszont a másik az biztos, hogy ti vagytok a mentorvállalatok, akik évek óta mellettünk álltok. Úgyhogy én most tényleg azt szeretném, hogy egy-egy mondatban egy-egy olyan kezdeményezésről beszéljünk, ami az elmúlt években nagy sikertörténet volt, és így, hogyha kronológiában haladunk, akkor Évát szeretném először megkérni, hogy vegye magához a mikrofont. És nem tudom, te mennyire emlékszel rá, amikor felhívtál engem a Working Parents Day-nek a felhívásra változtatásával, hogy minél több céget be tudjunk vonni ebbe a közös gondolkodásba. El tudod mondani, hogy te mire emlékszel, hogy hogyan működik ez a nap? Igen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. A GE-t képviselem, mi egy nagy multicég vagyunk, több százezer alkalmazottal. A gyerekek számát tekintve évente 400 gyerek születik csak Magyarországon, úgyhogy egy nagy cégről beszélünk. És mi vagyunk az a vállalat, ahol ez teljesen önkéntes alapon indult el a családbarát vállalatprogram. Visszatérő kismamaként kezdtük el azt, hogy próbáljuk segíteni a kismamákat, kispapákat, és egyre nőtt ennek a kezdeményezésnek egyrészt a sikere, másrészt pedig az önkénteseink száma. Úgyhogy mindenek előtt, mielőtt a Working Parents Day-ről beszélnék, szeretném azt elmondani, hogy bár most én vagyok itt, de az önkénteseink nélkül, az önkéntes csapatunk nélkül nem működne ez a szuper program. Hát amiről Enikő beszél, ez az úgynevezett Working Parents Day, ez a családbarát nap, vagy dolgozó szülők napja, inkább így fordítanám magyarra. Ezt minden évben május 15-én rendezzük meg. Annak idején mi 7 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a dolgozó szülők programot a vállalatnál, akkor ez egy teljesen hát nulla budgettel induló program volt. Mindenki önkéntesen jött el előadni, szakemberek önkéntesen jöttek támogatni a programot. Gyakorlatilag Pogácsán kívül más nem tudtunk befektetni ebbe a Working Parents Day-be, és a 7 év alatt, amióta elindult ez a kezdeményezés, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak Magyarországon, de külföldi, hát először GE vállalatok, illetve egyre több külföldi vállalat csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy május 15-én minden cégnél kisebb vagy nagyobb hangvételű Working Parents Day-t szervezzünk. Úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy volt olyan év, amikor külföldi vállalatokkal videó kapcsolatba kerülve május 15-én egy csomó magyarországi kis-közép és nagyvállalat ünnepelte a dolgozó szülőket, és hát amit Enikő említett, hát fölhívtam Enikőt, hogy hogyan tudnánk ezt együtt sokkal ügyesebben szervezni, úgyhogy ma már ez gyakorlatilag egy ilyen hagyománnyá alakult, úgyhogy a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom segítségével ez a május 15-i dolgozó szülők napja lett az egyik hagyomány, amit mi is, mint GE, illetve a többi vállalat is azóta ünnepel. Igen, és évről évre többen csatlakoznak ehhez a felhíváshoz, úgyhogy biztatunk mindenkit, aki jelen van, ha kedvet kapott hozzá, akkor május 10-én csatlakozzon majd. Ráadásul Éváig szoktak egyébként ilyen jó gyakorlat, megosztó, tanácsadó konferencia beszélgetést is szervezni, ami nagyon sok jó ötletet lehet előtte a szervezés kapcsán megtudni. És akkor lépjünk tovább, én tovább is a kronológiát követném, és akkor a következő, amiről szeretném, hogyha beszélnénk, az a családbarát kórház, illetve kórházi osztálydíj. Én még emlékszem, hogy ilyen 2017-ben kezdtünk el beszélgetni Velkei Györggyel, a Magyar Kórházszövetség akkori vezetőjével, aki azóta is a Bethesda kórház igazgatója, arról, hogy hogyan lehetne segíteni a kórházi dolgozóknak az életét, hogy az ő nagyon nehéz munkarendjük mellett lehetőleg minél egy kiegyensúlyozottabb, minél kellemesebb életük legyen, és hogy motiváltan tudjanak dolgozni. És ebben aztán arra jutottunk, hogy nagy segítség lehet egy díj, egy pályázat, hiszen szeretnek a vállalatvezetők, de szeretnek ugyanígy a kórházvezetők is versenyezni, és ez egy jó ügy, amiben megmérethetik magukat. Viszont mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ugye a vállalatok terén, ezért rögtön arra gondoltunk, hogy be kell, hogy vonjuk őket,
Úgyhogy két mentorvállalatunknak a jeles képviselője, Bálint és Zoltán is részt vesznek a zsűriben. Úgyhogy én, Bálint, most téged szeretnélek megkérdezni, hogy te hogyan emlékszel ennek az egésznek az indulására, illetve mint zsűritag, mit gondolsz arról, hogy a szektorok közötti jó gyakorlatátadás mennyire működhet, milyen élményeid vannak így az elmúlt évekből? Van egy mondás, amit Schopenhauer nevezetű filozófusnak tulajdonítanak, ami azt mondja, hogy az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. És ugyanez a Schopenhauer azt is elmondta, bár ő filozófus volt, és így aztán nem pontos képletek alapján dolgozott, hogy a boldogságért 90%-ban az egészség felelős. És persze mi magunk is sokat tehetünk az egészségért, de ha ezt leszámítom, akkor van egy rossz hírem így valamennyiünknek, hogy mi, akik ebben a teremben ülünk, 10%-ot tehetünk a boldogságért, ha Schopenhauernak igaza van, és 90%-ot pedig azok a kórházi dolgozók és orvosok, szakdolgozók tehetnek értünk és a boldog családokért, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy mi egészségesen élhessünk. És nincsenek könnyű helyzetben, mert több dimenzióban kell harcolniuk. Van egyrészt egy szolgáltatás, egy egészségügyi szolgáltatás, amit nekik nyújtaniuk kell nagyon magas színvonalon, és ott vannak a betegek eközben, és a családok, és a másik oldalról pedig meg kell teremteniük az orvosoknak és a szakdolgozóknak a munka-magánélet egyensúlyt. Tehát több dimenzióban kell egy olyan teljesítményt nyújtaniuk, ami viszont nagyon hasonló a vállalatokhoz. Én azt tapasztaltam a pályázatok során, amikor olvastam ezeket az anyagokat, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdenek meg, mint amivel mi a vállalatok oldalán. Egyrészt kell egy nagyon magas színvonalú szolgáltatást nyújtaniuk, és a betegekkel és a családokkal egy nagyon jó kommunikációt kialakítani. Ez ugyanúgy, én egy bankban dolgozom, a K&H bankban, ahogy nekünk az ügyfelekkel kell kialakítanunk ezt a kapcsolatot. A másik, hogy nagyon nagy stresszben élnek, az ő mindennapjaikat meghatározza azt, hogy életekért küzdenek, és úgy kell eközben egy olyan légkört kialakítani, ami a következő nap is számukra azt biztosíthatja, hogy bemenjenek dolgozni. A harmadik, amit nagyon fontosnak tartok, és ez ugyanúgy a vállalati szférában is, mint a kórházi szférában megvan, a munkaidő beosztása, a pihenőidő biztosítása, a szabadságolási gyakorlatoknak a kialakítása, ugyancsak egy olyan közös pont, amit láthatunk. És a negyedik, amit még kiemelnék, az az, hogy a kórházi dolgozók mögött is családok állnak, és a családok számára, ugyanúgy, ahogy nekünk a munkavállalók számára programokat kell nyújtani, be kell vonni őket abba a gyógyító tevékenységbe, hogy ők is érezzék azt, hogy akik a kórházban dolgoznak, családtagok, azok nagyon fontos munkát végeznek, és nem ragadják ki őket a családok közül. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok közös kapcsolódási pont van a kórházak és a vállalati szféra között. Ez a harmadik év lesz már, amikor kiírjuk ezt a pályázatot. 2018-ban 16 kórházi osztályt díjazott a zsűri, 2019-ben pedig már több mint 40 olyan kórházi osztály volt, ami ezt az elismerést elnyerte, és ezen belül volt 6 olyan kórház szerte az országban, ahol legalább 3 kórházi osztály elnyerte ezt a minősítést, és ebből a 6 kórházból választotta ki a zsűri a Bács-Kiskun megyei kórházat 2019-ben, aki az év családbarát kórháza lett. Szóval én azt gondolom, hogy azok a pályázatok, amelyeket mi olvastunk, és amelyeket bizonyára olvasunk majd idén is, egyre inkább el lehet mondani, hogy rendszerbe szerveződnek, és nagyon sokféle intézkedést tartalmaznak. És az is elmondható, hogy ezek a pályázatok, ezek olyanok, és azok az intézkedések, amelyek ebben benne vannak, amelyek nem mindig a pénzről szólnak. Persze nagyon sokszor kell pénz ezeknek az intézkedéseknek a megvalósításához, de a legtöbb pályázati anyag az szívből szól, és azt a etoszt hordozza, hogy a kórházigazgatók és azok az emberek, akik ezeket az intézkedéseket meghozzák, tenni szeretnének a munkatársakért, az orvosokért és a szakdolgozókért. És valóban elhangzott már Fruzsinának a köszöntőjében, hogy az látható,
hogy ott, ahol kórházi osztálydíjat nyert egy kórház, ott megszűnik az orvos és nővérhiány, és bizony máshonnan, az elképzelhető, hogy máshonnan, de mégiscsak azokban az osztályokban megvan az a létszám, ami a gyógyító tevékenységhez szükséges. Köszönjük szépen, és akkor tovább lépnénk. Egy idei kezdeményezésünk, amiről szoktuk is mondani így magunk között viccesen, hogy ez egy olyan gyermek, ami még nincs egy éves, és már is egy sztár, hiszen nagyon sokan csatlakoztak hozzá, és majd hallani fogjuk, hogy tovább léptünk már ebben. Zolit kérdezném, hogy a Muti Hol dolgozol felhívásunkról tudnál-e mesélni, hogy miért is jött ez létre, illetve ti hogyan éltétek meg ennek az első felhívásnak a lebonyolítását? Köszönöm a kérdésed. A British Telecommunication, mi egy 2500 fős üzleti szolgáltató központ vagyunk, és mint ilyen az egyik legnagyobb az országban. És háromszor lettünk az év családbarát nagyvállalat, illetve kétszer év mentorvállalat, és tartottunk olyan beszélgetéseket más cégekkel, ahol megosztottuk egymással a legjobb tapasztalatainkat, és próbáltunk egymástól tanulni. És ekkor jött el az a pont, amikor nagyon tehetséges és kreatív kollégáim azon gondolkodtak, hogy hogy tudunk tovább lépni, és hogy tudunk valami olyasmit alkotni, amivel elvisszük a családbarát eszmét az országnak nagyon távoli szegleteibe, és minél több cégvezető és kollega munkavállaló jön arra rá, ismeri fel annak a jelentőségét, hogy bizony minden dolgozó mögött egy-egy család áll, és nagyon nem mindegy, hogy a családok, a gyerekek milyen minőségű apukákat, anyukákat kapnak vissza a munka idő végén otthonra. Illetve szerettünk volna még valami olyasmit is csinálni, ami túlmutat a cég keretein túl, és ezért gondolkodtunk tovább veletek, Enikő, hogy valami olyasmi alakulhasson ki, nem a BT-ről szól, hanem ami egy sokkal nagyobb közeget tud megszólítani. És ezért nagyon örültünk annak, hogy az első évben már 30 vállalat csatlakozott ehhez az akcióhoz, és 30-an nyitottuk meg ugyanazon a napon a kapuinkat a kisgyermekek előtt. Ne értsék félre, nem gyerekmunkáról van szó. Szerettünk volna minél több szülőt arra biztatni, hogyha a gyermekeket behozzák, a gyermekek megismerhették volna azt, hogy a szülők mivel foglalkoznak, mivel töltik az idejüket a munkahelyen. És ami nagyon fontos, hogy a szülők előtt a gyermekek büszkék lehettek volna az apukájukra, anyukájukra, mert ez rengeteg lelki töbletet ad a tovább lépésben. Tehát nekünk az a tervünk, hogy ezt a kezdeményezést ezt minden évben meghirdetjük. Muti Hol dolgozol, kezdeményezés lesz 2020-ban is. Szeretnénk ezt a tavaszi szünet első napjára időzíteni, meglátjuk, hogy ez idén sikerülni fog-e, és minél több vállalatot arra biztatni, hogy csatlakozzon hozzánk, és mint ahogy az elején mondtam, szeretnénk az országnak egész távoli tájaira is eljutatni a hírt, hogy családbarát vállalatnak lenni jó. És ebben természetesen segíteni fogunk olyan módon is, hogy a Facebookon van is már egy ilyen esemény oldal, amit majd persze időben elkezdünk újra tartalommal megtölteni, ahol jó gyakorlatok és mindenféle praktikus tanácsok lesznek megtalálhatók. És ezzel át is érkeztünk a következő legfrissebb közös kezdeményezésünkre, hiszen az Office Expo-n, ahol ez az új kezdeményezés is napvilágra került, ott egyébként egy Muti Hol dolgoznál kis testvére már jelen volt a Muti Hol dolgozol pályázatnak, mert ott gyerekeknek rajzpályázat volt Muti Hol dolgoznál néven, ahol lerajzolhatták, hogy hogyan képzelik el a jövőbeli munkahelyüket, nagyon izgalmas alkotások készültek. De amiről most Katinka téged kérdeznélek, mint az ingatlan.com és az iroda.hu, tehát az egész vállalatcsoport HR vezetőjét, hogy a legfrissebb gyermekünk, a Családbarát Iroda külön díjról tudná lemesélni, az éppen most aktuális egyébként, lehet rá pályázni, kiknek érdemes pályázni rá, illetve miről szól ez a külön díj. Köszönöm szépen én is a kérdést. Idén 10 éves az évirodája verseny, illetve az ehhez kapcsolódó díj is, és azt vettük észre az elmúlt 10 évben, hogy egyre fontosabbá vált az iroda a munkavállalók szempontjából, tehát hogy sokkal könnyebben be lehet vonzani, meg lehet tartani egy nagyon jó irodai környezettel a munkavállalókat.
És emellett azt is észrevettük, hogy egyre több irodába csempészik be a családbarát megoldásokat. Tehát például kialakítanak játszósarkot, vagy baba-mama szobát, és ennek ugye mentorszervezetként különösen megörültünk, hiszen egyik küldetésünk az, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket, és bátorítsuk a vállalatokat a családbarát megoldásokra, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezt egy versennyel, egy díjjal is szeretnénk erősíteni. Úgyhogy ezért így nem volt kérdés számunkra az, hogy a mozgalommal közösen együttműködve elkezdjük ezt a díjat, amelyre november 30-áig lehet egyébként jelentkezni. És az évirodája fő kategórián belül, hogyha a beszámolóba beleírják azt, hogy milyen családbarát megoldások vannak az irodájukban, akkor azokat fogják értékelni a zsűritagok. És egyébként főként olyan irodák jelentkezését várjuk, akik vagy idén költöztek, vagy pedig egy nagyobb átalakításon estek át. Köszönöm szépen. Sajnos ennyi fér csak bele, de azt gondolom, hogy egy kis ízelítőt talán sikerült adnunk abból, hogy hogyan működik a balansz közösség, hogyan jönnek az ötletek a vállalatoktól, és hogyan tudunk együtt hatékonyan és nagy örömmel dolgozni. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk.